Na, hát oké. Mondanám, hogy jól sikerült, de igazából annyira nem jól sikerült. És hát ugye, egy-két dolog hiányzik is nekem. Szóval most szépen fogom magamat, és azt hiszem, hogy arra fele kell menni. Határozottan visszamegyek. Például ugye a faluba egy jó darabig nem fogok visszajönni, ha egyáltalán visszajövök. Szóval az egy nagyon olyan dolog, ami nekem egyelőre rendkívüli módon hiányozni fog. Ha nem csinálom azt, hogy az összes létező kutat azt itt kipucolom. Szóval megyek vissza. Megnézzük, hogy mi van még errefele. Azt mondja, hogy arra továbbra sem tudok haladni, szóval akkor maradunk, nem erre. Erre föl. És ha igaz, akkor... Itt. Vagy lehet, hogy nem itt, hanem a másik teremben. Elvileg új dolgokat tudunk felszedni, miután most már itt kipucoltunk egy csomó mindent. Talán nem itt. Talán nem itt. Bár továbbra is van ott valami, ami nekem nagyon szimpatikus. Na nézzük itt, mi van még. Itt ezt kipucoltam, szóval itt... Ja, itt nincs semmi, ez tök szép kék. Ellenben... Ez itt rendkívül... piros. Méghozzá azért, mert van ott egy ilyen lockpickes cucc, és szerintem nincsen lockpickem, ha igaz. Aha. Ja, valamit tök más helyen kell megtalálni, szóval ez így annyira nem szimpatikus, na mindegy. Szóval akkor most kifele. Viszont kút. Jó? Azt mondja, hogy ez szépen itt Velvillel itekerem a nyakát. Ott a lockpick, csezd meg, ott van a lockpick. Na, akkor most megyünk és megpikkeljük a lockot, jó? Amint rájövök, hogy hol kell. Jaj, másik terembe, csezd meg, jó van, oké. Ezt megnéztem én? Vagy... Azt hagyja, hogy megnéztem, vissza is csuktam, szóval. Nem ez a ház az, hanem... totálisan másfele megy a gyerekek, mint amennyire kellene, szóval... hol vagyunk? Azt mondja, hogy itt tudok bemenni. A rovatól a másik oldalra tudok bemenni, szóval akkor mégiscsak erre jövünk. Nem is nagyon értem a dolgot, de mindegy. Menjél már föl, azaz. És akkor... Nem. Tovább kell mennem, ugye? Erre. Aha, jó. Hogy most miért oldalasztam, azt nem tudom, de egyébként az, hogy sárgával jelzik, hogy merre fel kell menni. Ez egy annyira jó dolog. Imádom. De tényleg. Oké. Ja, elvileg erre, és itt lesz valahol egy bejárat, ha igaz. Tök ugyanitt voltam, baszod! Na, akkor most mit szúrtam el? Ezt nem mondjátok komolyan. Vagy mondom, édes faszom, ez komoly. Tehát egy akkora tiszteletkört tettem, de akkorát a rohadt életbe, tényleg. Shotgun? Sniper? Oké, okay, majdnem. Na szóval, hol van még nekünk kút? Azt mondja, hogy... Azt le kell vágnom, na mindjárt megnézzük, hogy hogy sikerül. Oda tudok jutni. Elvileg ott van egy fal, szóval nem biztos. Na most hol vagyok? Aha. Az tök jó, gyerekek, hogy arra fel a pont nem tudok egyébként bejutni. Ez így nekem nagyon-nagyon szimpatikus. Mert hogy ugye itt van egy ilyen... Hát miért ne tudnék bejutni? Hát mondom én! Oké, szóval akkor. Mink van itt? Oh! Azaz! Megvan, végre.
Azt mondja, hogy akire tartozik, due to Luthier's long absence, I'm keeping hold of this house key. Tehát azt mondja, hogy Luthier hosszú hiánya miatt magamnál tartom a ház kulcsát. Please find me if you need it. Kérlek, keresd meg, ha szükséged van rá. Tisztelettel, Joseph Simon, Beneviento kertésze. Oké, okay. Köszönjük, kertész bátyó, rohadt jó fej vagy. Na szóval, ez így fasza. Lopjunk. 1600,25 lej egy hegedű. Annyiba került? Nem is tudom, mennyi most a lej. 75 forint? 80 forint? Nem tudom, mennyi a váltás, gyerekek? Nem tudom, most így hirtelen felindulásból. Tavaly óta nem voltam Erdélyben, úgyhogy fingom nincs. Azt mondja, hogy 76,39,34. Ez tudja, hogy valami jelszó lesz. 76,39,34. Remélem az lesz, akkor legalább nem érzem hülyének magam. Mondom én. Aztán 39. Nem biztos, hogy ez lesz az. 34. Túl könnyűnek tűnt. Hát igen. Hangszereket le tudom szedni, vagy nem? Sárgának tűnik, úgyhogy... Ah! Kvarc! Tök jó. Legalább azt le tudom szedni. Oké, és valahol még valami. Ez mi volt? Semmi, jó. $640 lej, jó. Na várjál, csak azt mondja, hogy 27.09.17, nézzük meg azt, jó? Azt mondja, hogy nézzük, csak azt mondja, 27.09.17. Na, hogy azt mondja. Nem. 17. Trükkös, mert egy csomó hatjegyű számot pakolod. Megvan! Oké, okay, ez az, ami a naptáron van. Oké. Okay. Oké! Okay. Ugye? Ugye? Na, az mi? Jó. Okés. Le tudom szedni, vagy nem tudom leszedni? Nem tudom leszedni, jó? Semmi, oké. Okay. Kékszínű, elhúztunk, oké, és rendben van akkor. Most pedig biztos, hogy van még itt valami, amit nem néztem át. Nézzük csak. Hogy a francba jutok én oda? Most már tényleg ki kéne találni, srácok, jó? Tehát ez annyira nem poén, fogalmam sincs róla, valahogy át kéne jutni oda, oké? Oda. Ezen a házon keresztül nem tudok? Nem, mert föl van borítva, mint a büdös szar, szóval nem. Ott van valami? Nem, semmi. Jó. Egy csomó mindent nem fogok megtalálni, szimplán azért, mert nem futottam át 8 milliószor, szóval ne is számítsatok rá, jó? Na. Arra fele továbbra sem tudok menni, ha csak nem majd arra, amerre gondoltam. Hol hagytam még ilyen kútfiszfaszt? Dújza valamije. Nem. Jó, elvileg jók vagyunk, akkor viszont... jaj, egy valamit elfelejtettem, gyerekek, az errefele van. Elvileg itt ezek ki vannak rendkívül nyírodva, szóval... Azaz, tökéletes! Na, ezzel fogunk most visszamenni szépen, tudom, sok az oda-vissza futkosás, elnézéseteket kérem. Ez sokkal gyorsabban megy egyébként, hogyha tudom, hogy mi az Isten nyilát kell csinálni, jó? De tényleg. Jó, nem erre. Hanem visszamegyünk arra, mert volt ugye a Beneviento ház méghozzá. Azért, mert volt ott egy kincs, amit nem tudtam felszedni az egyik síron. És ezt azért nem tudtam felszedni, mert az a szemétláda, ez az irány, nem ez az irány. Azért nem tudtam felszedni, mert az a szemétláda az ott dekkolt szépen a tehát bocsánat, ez a... Várjál, nálam van egyáltalán?
Most szedtem föl, igen, tehát hogy ami itt van, ez a... Igen, tehát ez a fél sírkő. Na, ezt kell oda gyömöszölni azért, hogy sikerüljön. Szóval akkor merre fele vagyok? Jobbra. Azaz? Nem? Még egyet jobbra, oké. Arra fele megyünk. Szóval, elvileg itt már mindenki elhúzott, mint a vadlibák, szóval... Kicsi nyugi van. Vagy igaz. Ja, határozottan úgy tűnik. Na viszont ezeket meg ugye le tudjuk szedni. Ami pozitív. Valahol van még egy, abban 100%-ig biztos vagyok. Ott is egy kövecske, köszönöm. Tehát érdemes visszajönni, amikor nyugi van, hogy a kincseket azokat szépen összegyűjtsétek. Megvan. Köszönöm. 640 lej. Az legalább 3600 forint, de az is lehet egyébként egy 4200, nem tudom most hirtelen. Jó, oké, elvileg itt akkor már csak az a sírkő van. És. Jó fele vagyok? Elvileg jó fele vagyok. Ja. Ó, catch! Azaz. 6 darab lövés kell neki, jó? Tehát így számoljatok. Jó, itt elvileg minden megvan. Merre fele vagyok? Arra tovább, oké. Jó. És itt. Ha nem tévedek, akkor itt lesz egy... Mondom én, ott van a rohadék, bassza meg! Ott van a szemét, futás! Gyorsan. Nem tévedtem, oké. Gyorsan futás innen! Na, az... Íííí! Ne küzdjetek meg vele, jó? Nagy... Tudjátok mit? Francokat? Mi a legrosszabb, ami történik? Hát, ha? Szerintetek? Azaz, na figyelj el, öreg, mi volna akkor, hogyha én hozzád vágnék egy ilyen szart? Akkor is kinyírom a szemétládát, miért ne nyírnám ki, jó? Tehát ez ilyen... Most kedvem van hozzá. Gyere! És bazd meg, eltűnik innen, gyere ide! Gyere! Bazd meg! Jössz már! Íííí! Megint eltalált! És mögötte jön valami szemét, szóval ez annyira nem fasza. Ne bazd meg, hogy nincsen élettöltöm. Most már van? Bazd meg, ez ideig is eljön, arra a téletbe. Na gyerünk. Ott van a kis pöcs, gyere! Azaz, gyerünk! Na most, akkor még jó, hogy van egy ilyen aknánk. Na gyere, te pénisz! Hol vagy már? Na gyere, azaz, remélem elég ideges vagy. Gyere! Bazd meg! Áh. Gyere! Tudok kraftolni? Ja.
Azaz, gyere! Futás, futás, futás! Azaz, te pénisz! Hát ez nem igaz, csinálsz meg, ez még mindig bírja. Hogyan? Hogy? Miért? Meghalhatná már? Na? Meghalt! Meghalt! Rohadtul nem kötelező egyébként, meg ugyanis még egy ilyen szemétláda van benne. Nem muszáj őket megölni, jó? Egyáltalán nem muszáj őket megölni. Opcionális, de hogyha valaki ennyire mazohista, mint én, azt tolja neki ezerre, jó? Jó. Na szóval. Most haladunk vissza. De komolyan csak ilyen nagy rohadékokat nyírok ki folyamatosan, tehát hogy itt már nem tudom, mi van. Azaz. Azt mondja, a shotgun lőszer. Van, oké. Pisztoly lőszer. Nincs egy deka se. Na de csinálni se tudok. Kéne egy gyúk. Erre még emlékeztem, hogy itt vissza kell jönni és rendet csinálni, de ez nem volt könnyű, jó? Tehát ez nagyon-nagyon nem volt könnyű. Egyébként ezt kellett volna csinálnom, hogy itt elfutok. Itt is egyébként van egy kristály. És itt valahol, tehát el lehet futni mellettük, és itt a végén lejönni kikerültem volna legalább 3 szemétládát. Sokkal jobban járok, bocsánat. Nem tudom, mik ezek a hangok. Rohadt élet megint csuklok. Nem tudom, mik ezek a hangok, de nem szeretem őket. Gyúk! Hol vagy te, gyúk? Te gyík. Ja, itt van. Hogy lehet egy ekkora testet eltéveszteni egyébként? Na mindegy. Oh, yes. Na nézzük akkor, mit tudunk. Oké, okay, azt mondja, hogy adjunk el neki dolgokat. Kristály. Ilyen dolog. Kvarc. Kristálybízt. Ez nagyon értékes. Oké, és ez rohadt értékes. Jó, aztán ez mi? Ez csak nagyon értékes, jó. Nem, még tovább. Juicy game, ez nem tudom mi, de jó. First aid med, oké, okay. Explosive rounds. Grenade launchers, nem tudom, hogy találok-e ever egyébként itt grenade launchert, szóval innentől kezdve ez annyira nem érdekel. Azt mondja, hogy mi van itt, azt mondja, hogy 3-4 nem elég. Nem. Nyet, nyista, nyente. Food is life. Tudom. Na szóval akkor vásároljunk először is. Nem tudom, hogy nagyobb luggage az kell nekem, még nem. Egyenlő szerintem. Nézzük csak, hogy állok. Totálisan nem kell, semmilyen szinten nem kell, jó? Tehát ezt a részét most kihagyjuk. Igen, köszönöm, most szeretnék vásárolni. Köszönjük, gyúk! Szóval azt mondja, hogy a tyúktól vásárolunk. Mi van itt? Azt mondja, improved gun stock. Nem. Biztos vásárolhatnám, de nem érdekel. Sniper rifle ammo. Hiába tanulom meg. Semmilyen szinten nincsen. Tehát, hogyha semmilyen szinten nincsen alapanyagom hozzá, bocsánat, alapanyag, ez az a szó, amit kerestem. Most itt van mindenféle tök jó dolog, amit meg lehet vásárolni. Minden, ami pénzért kapható, minden, ami szerszámnak ingere, de hát... Jó, töké, köszönöm szépen. Szóval akkor elvileg, hogyha most ezt így fölveszem, akkor... Sokkal messzebbre visz, kiváló, oké. Okay. Na nézzük. Biztos, hogy őszerem továbbra sincs egy deka sem, szóval ez így nagyon-nagyon fasza, nagyon örülök neki. És nem is tudok venni, azt mondja, hogy ha csak nem tudok, nem tudok. Jó, maradjunk egyben, hogy nem tudok. Azt mondja, hogy reload speed, ammo capacity nem kell. Ezt kéne följebb tekernem, de... Oké, és... Igazából jelenleg semmi értelmeset nem tudok vásárolni magamnak, szóval akkor megyünk tovább. Nem arra. Arra? Elvileg. Ja.
Most az a tök jó, hogy errefele egyszer már kinyírtam egy ilyen rohadékot, szóval tudom nagyjából a járást. Ja. Remélem, hogy jönnek még 8 millióan. Ez komoly, hogy egyik irányból sem tudom kinyitni. Ja, mondjuk nem is kell, itt van a ház, bocs. Én mekkora barom vagyok. Oké, meg is van. Tökéletes, köszönöm. Unlock, azaz, na mi van még itt? Oké, és na akkor organizáljunk, jó? Na szóval... Mit tudunk csinálni, hogy helyet csináljunk ennek a jóságnak? Azt mondja, hogy először is be tudjuk pakolni az aknánkat ide, ugye? Meg tudjuk oldani azt, hogy ez a jó kis husi, ez mivel forgatom? Oké, az betérjen ide. Explosive rounds az nem. Azt bepakoljuk ide, te ide jössz, és akkor csinálunk egy vagon helyet, tehát ez csak elég lesz, ugye? Ugye, mert miért nem volt még egyébként automatikus elrendezés, azt még nem tudom, de mindegy. Annyira imádtam egyébként Rezi Néri mégben, na mindegy. Na, akkor vegyük föl. Meg is van, tökéletes, köszönöm szépen. Explosive rounds, és van nekem ilyen jó kis gránátvető. Most már még egy picklock is van. Mi az a fran... mi az a hangjobb oldalt? Csak ezt beszartam egy pillanatra. Na. Jó. Ez megvan, ott pedig. Nem. Ott még van egy kút, de minden. Ott mi van? Mechanikus ajtó, nézzük meg. Nézzük meg, elvileg errefele, ugye? Ja, oké. Okay. Jó, próbálom közben folyamatosan nézni egyébként, hogy merrefele lehet menni, meg merrefele nem. És akkor elvileg errefele, ugye? Ja. Nem teli be a túloldalom, oké? Okay. Ez eddig jó, de... Ezt nem nyitottam már ki kétszer. Akkor ide mi kell? Nem is látom igazából. Mi a franc ez amúgy? Egyszerűen nem értem. Nem, ezt egyszerűen nem értem. Most akkor ezt csak levágom, vagy... Examinelem, de mi ez? Mi ez? Miért nem tudok bejutni oda? Na mindegy. Jó, szóval akkor... Én ezt értem, csak hogy megyek be. Jó, tehát engem az a része érdekel. Azt mondja, hogy merre nem voltam még. Jó, Van egy olyan apró sejtésem, hogy ami ide kell, azt én még nem kaptam meg. Jó, tehát biztos, hogy kell majd egy ilyen tekerő. És szinte 100%-ig biztos vagyok benne, hogy nekem ilyen nincs. Jó. Hm. Jó, mindegy, letoljom, megyek vissza, jó? Tehát nem fogok én szórakozni, tök jó volt itt farkaskomával kicsikét barátkozni, meg hasonlók, de alapvetően ez a rész engem nem érdekel. Most akkor totál nem arra vagyok, mint szerettem volna, na mindegy. Mik ezek a hangok, baszod? Mik? Mi ez? Jó, nem erre megyünk. Továbbra is hallom ezeket a rohadt hangokat, de komolyan mondom, ez baromi idegesítő. Tehát valami, mindig van valamilyen farkas izé állat, szóval ez így annyira nem tök jó dolog.
Na mindegy. És akkor most hol vagyunk? Elvileg a vágat tovább egyenesen, ugye? Ja. Mondjátok, hogy ti is halljátok, jó? Tehát, hogy nem én képzelődök, nem én parázok ennyire, hanem... Oké, én ezt értem, hogy rózt kell összekollektelni, de ez annyira még nem sikerült. Na és most akkor merre? Azt mondja, hogy hol voltam még? Mi van még nálam? Azt mondja, hogy igen, ez a négyszárnyas fiszfasz vas. Dimitrescu kulcsa, igen. A modell megvolt. Treasure map, family photo. Nem tudom, na mindegy, akkor... De az a biztos, hogy én fogom magamat is legalább egyszer... Azt kívtam nyitni? Nem tudom meglopni a gyúkot, mindegy. Legalább egyet mentek, jó? Tehát az biztos, hogy jó. És akkor most kéne nekem megnézni, hogy... ott azt a hidat le tudom engedni azzal a... mi a franccal? Vagy valami mást kell megnéznem, nézzük csak. Azt mondja, hogy... Potter's Field, igen. Suspension Bridge, jó. Ezt itt teljes mértékben kipucoltam, okés. Akkor van itt nekem egy másik irányom. Igen, graveyard hasonlók. Jó, arra fele még nem voltam. Hello plot. Hello. Nem. Az egy híd. Hol az Isten nyilába nem voltam még. Erre voltam, mert innen indultam, okés. Na szóval... current position, tökéletes. És akkor nekem... Nézzük meg akkor mégiscsak, hogy arra tovább tudok-e menni, jó? Meglátjuk, aztán kiderül majd, hogy mi lesz itt velem. Hallom valahol ezeket az izéket, de komolyan. Na, van itt valami. Na, király. Király, van utam. Jaj! Tudom, Cseznek, hol vagyunk, tudom. Miért vagyunk itt? Nem áll! Nem áll! Itt az a halfiú lány. Hölgyem, uram, nem tudom mi az. Vagy ezt nem tudom, jó? De nem mindegyiket lehet, de a létrát azt hozzáférek, jó? Kapu az... Ez, hogy zárva. Na most. Nekem kellenek azok a malacok. Kellenek azok a malacok, jó? Tehát minden ilyen hús cucc, az kell. Hogy szépen följebb tornázzuk az értékeinket itt a vizérrel. Hát reméltem, hogy nem kell neki kettő. Oké. Okay. Jó. Megvan a hús. És nincs ilyenem. Oké, okay. Szóval akkor valami kell ide, amivel el tudom forgatni. Az kellett oda a másik ajtóhoz is. Ez tök pozitív. Mi van itt? Labor. Jó. Szóval akkor labor fele nem megyünk. Oké, okay. És az azt jelenti, hogy nekünk tovább kell menni. Gyerben. Én itt rosszat sejtek, de mindegy. Jó, kilőttem őket, oké. Okay. Örülök, hogy ritkák, megvannak, jó? Ez már most sem szimpi. Már most sem, mi lesz még itt?
fönt a kincseket nem néztem, úgyhogy ez érdekes lesz. Gyerünk már, orientálódjunk. Mi az Isten lesz itt már megint?